Nagyon nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, és nagyon szépen köszönöm, hogy a mai estéjükből egy másfél órát arra szántak, hogy néhány gondolatomat meghallgassák. Valószínű mindenki tudja, hogy mi az előadás címe. Egy kicsit meglepő, ugye, mert a mag népének küldetése, mi az, hogy mag népe, meg mifajta küldetése van a magyarnak. Nagyon sok olyan információt fogok elmondani, ami első hallásra megdöbbentő, de kérem önöket, mint a magyar népmesében, ugye azzal fejeződik be a népmese, aki nem hiszi, járjon utána. Én pedig azt kérem, hogy aki elhiszi, az is járjon utána. A Teremtő Úristen mindannyiunkat meghatározott céllal és feladattal küld ide a földi valóságba. Nem én döntöm el, hogy mikor születek, azt sem, hogy hova. Így nem én döntöm el, hogy milyen anyanyelvet fogok majd tanulni. Azt sem én döntöm el, hogy mikor megyek el. Ezért az első pont, hogy tisztázzuk azt, hogy én Isten félő, Isten hívő vagyok, tehát én abban hiszek, hogy a szellem teremtette az anyagi világot, a másik hívő csoport meg abban hisz, hogy az anyag véletlen szerveződése folytán a materialisták abban hisznek, hogy az anyag teremtette meg a tudatot. Mind a kettő hit, egyik sem bizonyítható, ezért a materialisták vagy Isten tagadók is hitbéli dolgokról beszélnek. Mivel én úgy tartom, hogy az örök szellem, az Isten teremtette a világot, e földi mindenséget, ezért abból indulok ki, hogy engem és önöket ez a fantasztikus lehetőség elért, hogy a földre születhettünk. Képzeljék el, hogy ma körülbelül 7 milliárd 100 millióan vagyunk itt a földön, de mióta létezik az emberiség, és ameddig létezni fog, Isten akaratából két egyforma ember nem létezik. Az ikerpárok sem azonosak. Ha az ember Istennek képzeli magát, és a testi sejtekből klónt állít elő, a magyar nyelv itt is egyértelműen segít nekünk, mert mi a klón hason más. Hasonlít hozzám, de mégis más. Tehát ha ebből indulunk ki, akkor minden teremtett ember a földi küldetésében ott kell tevékenykedjen, ahova született. A földi létünkben ez a teremtő által, legalábbis az özönvíz után ez a 110-120 éves élettartam, ugye korábban hosszabb volt az élettartam, mert kevésbé volt a testnek ekkora jelentősége, és az özönvíznél megváltozott a klíma, tehát a mai itt élő emberek, ha megérik a végső kort, akkor 110-120 éves korig élnek. Nehogy azt gondolják, hogy ez lehetetlen, van egy népcsoport, a hunzik, Nepál déli lejtőjén, akik átlagosan 105-110 évig élnek. Nem egy-egy ember, hanem átlagosan. Nem erről szól az előadás, hanem arról, hogy engem a teremtő nem csak, hogy ide teremtett, hanem meghívott egy feladatra. Ha az Isten meghívja az embert, akkor nem munkája lesz a földön, hanem hivatása. Ezért vannak hivatásrendek.
a legszentebb hivatásrend az orvosi hivatásrend, mert ő, az orvosok az emberrel foglalkoznak. A tanítás, a tanár is hivatás, a pap, a lélek gyógyítója is hivatás, de a hivatásrendekbe, ha valaki bekerül, akkor egészen különleges élete van. Mert a munka lehet fáradtságos, nehéz, izzadságos, gyötrelmes, de aki a hivatását gyakorolja, annak a munkája a földi lét legnagyobb öröme. Ezért én bár sok nehézségen keresztül jutottam el ide önökhöz, és nagyon sokszor úgy gondoltam, hogy milyen nehéz a sorsom, de utólag kiderült, hogy a legnagyobb kegyelmi állapotok azok a nehéz helyzetek voltak, mert a Jóisten akkor irányított más vonalra. Tehát én egy boldog ember vagyok, őszintén mondom, hogy az elmúlt 4-5 évben ez az öröm, amiért elképzelhetetlen volt számomra. Ugye 5 éve tettem le a szikét. Én gyógyítónak küldettem ide a világra, és életem nagy részét szívsebészként töltöttem. Meg akartam fejteni a szív titkát. Meg akartam gyógyítani minden beteg szívet. Nagyon ostoba voltam. Azt hittem, ha nagyon sokat tanulok, majd tanítok, és bejárom a világot, és a tudást összeszedem, akkor erről a kis ökölnyi szervről mindent megtanulok. Életemnek több mint 20 évében 2 óránál többet nem aludtam, egy éjszaka sem. Most sem alszom többet 3 óránál, akkor azért, hogy a szív titkát megfejtsem, most pedig azért, mert már leszoktam az alvásról, és annyira tudatlan vagyok, és annyi mindent nem tudok, hogy minden percnek örülök, amit nem alvással kell tölteni, mert mire döbbentem rá? Ez a kicsi ökölnyi szervünk, ami a fogantatás 3. hetétől már elkezd működni, és életünk utolsó percéig szolgálni kell egy szerv a sok közül, és nem is a legbonyolultabb. Az emberi test körülbelül 350 milliárd sejtből épül fel. Az agyunkban, tehát a koponyában, az agyban a 350 milliárd sejtből 200 milliárd van. A sejtek vannak, amelyek napokig, percekig, napokig, hetekig, hónapokig élnek. Mind a 350 milliárd sejt minden tud rólam. Ezért lehet klónozni. Bármelyik sejtet kiveszem, megfelelő technikával egy hasonmás előállítható. De mit jelent ez? Hogy minden sejt rendelkezik azzal a tudással, hogy egy hasonmás előállítódjék. Ha a mai modern technikával, a mikro és a nanotechnikával egy sejtet elő akarnánk állítani, akkor az akkora lenne, mint a földgolyó. Kezdik már érezni, hogy ezek a közvetlen Isten bizonyítékok? Nagyon érdekes dolgot mondtak el ezek a szinkretisták, akik ugye a tudomány, nagyon-nagyon fontos, hogy tudós ember, ha Isten tagadó is volt, de ha igazán nagy tudósá lett, akkor mindig metafizikai falba ütközött, ugye ez a fizikai lét, magyarul Isten hívővé vált, ha Isten tagadó is volt korábban. Miért? Mert egyszerűen fölfoghatatlan az a világ számunkra, amiben élünk. Hát képzeljék el, ha minden sejt, minden tud rólam, egyetlen sejt, ami percekig él, és mindent tud, akkor hol van a mi tudásunk ettől? Én ostoba,
azt gondoltam, hogy ezt az egyszerűnek tűnő, de bonyolult szervet, a szívet meg tudom tanulni. Ugye életünk végéig dobogni kell. 50 milliószor húzódik össze a szív egy év alatt. Számítsák ki, 60-70-80 éves korra hányszor kell a szívnek dobbannia, és nem tud a szív pihenni, mint az agyunk. Ha elfáradunk, elalszunk, ha izmaink elfáradnak, akkor megpihenünk, ha gyomor-bél rendszerünket terheljük meg nehéz étellel, italal, akkor pár napig pihentetjük, diétázunk, és mikor pihen a szívünk? Két ütés között. Ezért fontos az, hogy egymást ne gyötörjük, ne bántsuk, mert minden pulzus szám szaporulattal és vérnyomás emelkedéssel jár. De én azt hittem, hogy mégis megfejtem a szív titkait. Bejártam a világot, már 84-85-ben az Amerikai Egyesült Államok leghíresebb egyetemére, a Bostoni Harvard Egyetemre hívtak kutató professzornak. Kutattam genetikát, biokémiát, élettant, hogy megfejtsem a titkot. És hova jutottam? Higgyék el, hogy a világon kevés olyan szívgyógyász van, aki annyit tud a szívről, mint én. Vesző, nem pont. De mit tudok én a szívről? Szinte semmit. Meg tudtam operálni, vágni, szúrni, megállítani, gyógyászati javaslatot, gyógyszerjavaslatot adni, de nem tudtam minden megállított szívet elindítani. Akkor hogy merészkedtem én arra, hogy megállítsam? A Pécsi Orvostudományi Egyetem szívgyógyászati klinikáján 8 év alatt több mint 30 000 szívműtétet végeztünk. A nagy szívműtétek száma a szív megállítással és lehűtéssel járó szívműtétek száma több mint 8500 volt. 8500 műtét során 1,5%-os volt a halálozás. A világon soha megközelítőleg sem értek el ilyen eredményt. Igen ám, csak ha önök közül bárkinek a feleségét, férjét, gyermekét, apját, anyját operáltam, és pont az halt meg, abszolút nem törődött azzal, és nem törődik azzal, hogy a 99, aki túlélte, az hogy van. Ezért a Talmudba írva vagyon, aki egy ember életét veszíti el, az az emberiség életét veszíti el. És milyen más dolgok befolyásoltak abban, hogy járjam Kárpát-medencét, már Amerikát és Kanadát is. Tudnélik, amikor rádöbbentem arra, hogy bármennyit tanulok, a 100 életem lenne, akkor sem tudok a szívről mindent megtanulni, és ugyanakkor van egy ország, fontos, mert rokonságot mondanak a finnekkel, nem vagyunk rokonok, de egyben azonosak voltunk 30 évvel ezelőtt. Ők és mi magyarok vetélkedtünk a szívbetegségekkel az első helyért. Finnországban 30 évvel ezelőtt minden párt leült egy asztalhoz, és azt mondták, így tovább nem mehet, mert a nemzet elpusztul, és megegyeztek abban, hogy pártól független közös egészségügyi programot szerveznek, különösen a szív-érrendszeri betegségekre. Ők tudják, hányadikok a halálozásban most az elmúlt években? Az utolsó előtti helyen állnak. És mi? Változatlanul az elsők között. Nagyon sok beteget meggyógyítottunk, idézőjelbe. És a betegek és a halálok száma nem csökkent. Az Amerikai Egyesült Államokban 5 évvel ezelőtt döbbenetes tudományos felfedezést tettek közzé,
nem jutott el önökhöz. Ugye a szív érrendszeri betegség halálozásában kitüntetett első-második helyen volt a dohányzás. Tudják, hányadik helyen van? A 9. Mi van az első helyen? Mi van az első helyen? A családi distressz, a családi problémák, veszekedések. Mert a házastársak, a gyerekek, az öregszülők együtt élnek, az egy állandó probléma. Második helyen van a munkahely féltése, a munkahelyi problémák, és harmadik helyen döbbenetes az ország problémája. Mi a baj Magyarországgal? Pártokra szakadt a nemzet, egymásnak feszülő indulatokkal bántják egymást az emberek, korábban megosztották vallások miatt, ugye katolikus, református, evangélikus, keresztény, zsidó, hívő, hitetlen, pedig tudniuk kell, hogy a világon először több száz évvel megelőzte a magyarság ebben is a világot, mert a tordai országgyűlésen 1568-ban nem csak a vallás szabadságot mondták ki, hanem a vallási türelmet, ez sokkal több. Mert hogy én szabadon megvallhatom a vallásomat, magyarul vallok az Isten hitemről, az nagy dolog, de mekkora dolog az, hogy köteles vagyok eltűrni, hogy ön miben hisz, és tiszteletbe kell tartani. Ez a vallási türelem. De a római birodalom nagy fegyverét használják, divide et impera, oszd meg és uralkodj. Megosztanak bennünket nemünk szerint, férfi, nő, egymásnak ugrasztanak, fiatal, idős, nyugdíjas, nem nyugdíjas, fekete, sárga, fehér, barna, és az országunkban pedig megosztanak bennünket, ahogy az eredeti név mondja, ugye párt az részt jelent, pártoskodás az részekre szakadás jelent. Addig még az ellenségeink külhoniak voltak, volt legalább egy összetartó erő. Ugye? Tatárok, törökök, osztrákok, németek, szovjetek, de hát felszabadultunk. Több mint 22 éve már nincs idegen hatalom, vagy mégis a legnagyobb hatalom uralkodik rajtunk, a pénzhatalma, Mammon. Annak idején, amikor a Mammon, az aranyborjú imádata a földön elhatalmasodott, akkor a Jóisten leszólt Mózesnak, és lediktálta a 10 parancsolatot. Ez a 10 parancsolat ma is érvényes. És amiről én akarok beszélni, az nem más, mint a gyógyulás. Ha egy orvos a rákos betegnek, vagy a súlyos szívbetegnek csak a diagnózist mondja el, akkor az nem orvos. Azt meg kell állapítani, de hogyan lehet meggyógyulni? Miként gyógyulhat meg az egyén, az szakmai dolog, vagy mégsem? Bizony nem. Rájöttem arra, hogy ha egyes emberek szívét operáljuk, ha százszor ennyi szívsebész lenne, akkor is a beteg emberek szívének egy részét tudnánk meggyógyítani. De hol van még a lelki baj, hol vannak az egyéb bajok, hol vannak a rákos megbetegedések, mert ez mind egy tőről fakad. Egy okú. Mi ez az ok? Nem inni készülök, hanem indítjuk a tudományos megközelítést. Tegye föl a kezét az, aki hallott Masaru Emoto professzorról. Tessék körbenézni, fantasztikus, hogy köszönöm szépen. Aki nem hallott róla, annak mondom el a Masaru professzor kísérletét. Egy pohár vizet kitett,
az asztalra, és arra kérte a jelenlévőket, hogy csupa szépre, jóra, kellemesre gondoljanak, és ezt követően beszélgessenek jó dolgokról. Ezt követően megfagyasztotta a pohár vizet, és megnézte mikroszkóp alatt, és csodák csodájára valami gyönyörű kristály szerkezetet mutató pihéket, mint a fagyvirág alakzatait, mint a csillagokat találta, szigorú rendben, mégpedig az aranymetszés szabályai szerint helyezkedtek el a fraktálok. A fraktál az nem más, mint mértani alakzatban pontosan lekövethető, amit önök is tudnak rajzolni körzővel és vonalzóval. Mi történt? A vízzel rendezetté vált. A kísérletet úgy folytatta, hogy letette a pohár vizet, és arra kérte a jelenlévőket, hogy veszekedjenek, kiabáljanak, gyűlölködjenek, amit a televízióban naponta látnak, gyilkolnak, és megfagyasztotta a vizet, és mit talált? Semmit. A víz amor volt, nem vált rendezetté. Az emberi szervezet 80%-a vízből áll. Tehát csupán ezzel a rezgéssel tudunk gyógyítani. Mindenki tud gyógyító lenni, és mindenki tud halálos betegséget okozni. A családban a rossz rezgés, a veszekedés a betegségek első oka. Másik kísérlet. Ez speciális orvostechnikai kísérlet. Leültettek egy embercsoportot, fiúk, lányok, öregek, fiatalok, és azt kérték, ahogy Massaru professzor, csak ők a nyálból a védő anyagokat, az immun anyagokat határozták meg 15-20 percenként. És aki csupa jóra, szépre gondolt, beszélt, annak a kémiai, tehát laboratóriummal kimutató kémiai anyagok, az immun anyagok meredeken emelkedtek. A védő anyagok. Veszekedés ugyanaz, mint a professzornál, és az immun anyagok így zuhantak lefele. Mit mondtam el ezzel? Hogy a kezünkben van a lehetőségünk az, hogy önmagunknak és társainknak egészséget adjunk. Mi a lényege ennek az egész elmondottaknak? Egyetlen gyógyító rezgés van. Ez a szeretet. Minden betegség, a daganatos megbetegedés, a szívbetegség persze nem a végállapotban, hanem a kezdetben szeretettel gyógyítható. És akkor hogy kerül ide a nemzet állapota? Hát ha veszekszünk, pártokra szakadunk, vallási felekezetekre szakadunk, a fiatal utálja a nyugdíjast, a nyugdíjas félti a nyugdíját a fiataltól, ha rossz rezgéseket bocsátunk ki, belebetegszünk. Emlékeznek? Említettem, hogy a tordai országgyűlése mit mondtak ki. De föl kell tenni a kérdést, hogy kik vagyunk mi magyarok? Mi az, hogy a mag népe? Önöket hogy tanították annak idején? És itt megállunk, és tanári módon elkezdünk úgy gondolkodni, már tanári módon rendezetten, hogy a történelmet kétféle forrásból tudjuk meríteni. Az egyik az írott történelem, amit a történelem könyvek őriznek meg, és mi a másik? A másik a nép emlékezetében megmaradt balladák, népmesék, és ez azért népdalok, és miért fontos ezt tudni? Melyik a fontosabb? Mit gondolnak? Nem az írott történelem. Az írott történelmet
mindig a győztesek diktálják, és a nemzet szolgalelkű emberei pedig kiszolgálják az uralkodókat. Nagyon egyszerű példákat mondok, és kérem, bárki utána nézhet, neveket is mondok, könyveket mondok. Csak néhány példát. Onnét kezdjük, amiről van ismeretünk. Hogy halt meg Attila nagy királyunk? Hogy tudják? 453-ban, amikor egy Ildikó nevű hölgyel nász éjszakára vonult, azt írják, hogy Attila berugott, részegen hányadékába megfulladt. Ezt tanítják. Nem magyar történész, és ezt már lehet írni, Michael Babcock, egy amerikai történész, aki germanisztikával, német történelemmel foglalkozott, belebotlott Attilába. És képzeljék el, hogy 15 évet az életéből a tudós ember egy dologra fordított, Attila utolsó éjszakája. Ez a könyvének a címe is. Honnét tudjuk, rövidítek, mert ugye a könyv is rendkívül vaskos, honnét tudjuk, hogy halt meg Attila? Mi maradt a történelem könyvekben? Figyelem, 453-ban halt meg Attila, és az első írásos emlék egy Jordánes nevű történelemíró 550-ből. Ő mire hivatkozik? Egy Priscos nevű emberre. Valóban Priscos járt Attila udvarába Attila halála előtt, és erről történelmi dokumentum van, mert onnét tudjuk, hogy Attila udvarában nagyon nagy volt a gazdagság, a fő vezérek aranykupából, a vitézek ezüstkupából ittak, egyedül egy ember ivott fakupából, Attila. Attilát soha senki nem látta ittasan. Ő vezér volt, ő nem tehette meg. Ja, és amikor azt halljuk, hogy a nász éjszakán, ugye mindenki a maga nász éjszakából indul ki, általában egy nász éjszakája szokott lenni az embernek, bár a mai világban már ugye a válásokat követően van, aki 4-5-ször nász éjszakázik, de Attilának háreme volt, kérem. Ott a 300-valahányadik nász éjszaka volt, nem olyan nagy esemény, ha ennyiszer volt nász éjszakája, és úgy tudjuk, hogy nem szokott részeg lenni. Ez a Michael Babcock a világ összes történelmi dokumentumát 15 évig tanulmányozta, a végeredményt mondom. Attilát, a római birodalmat legyőzte, a nyugat-rómait, a kelet-római, a Bizánc akkor jön föl, és Bizánc, ugye ezt a helyzetet kihasználva a kelet-római birodalom hatalomra akar törni, hiszen Attila legyőzte a nyugat-rómaiakat, ahhoz, hogy a hatalom a bizánci keleti római birodalomhoz kerüljön, csak Attilát kell megölni. Nagyon egyszerű, bárki a jelenlévők közül, kérem, ne próbálkozzék, hogy halt meg Attila? Álmában a kedves újasszony, így ahogy mutatom, nem hosszabb, mint 5 centis bármilyen szerszámmal bárkit meg lehet ölni álmába, az orron keresztül 5 centire van az agyalap, a rostasejtengen keresztül bármivel bejutok, kicsit megkotolja, kis vérszivárgás lesz, mert erre hivatkoztak, hogy Attila orrából vér folyt. Én pedig mondom, hogy orrvérzésben soha senki nem halt meg,
és az orrán keresztül az agyba hatolva megölte. Még a mai technikával se jönnének rá a korbonctanon, tehát amikor a koponyát ketté fűrészelik, és leveszik, a kis bevérzések olyanok a halál után, hogy utána se diagnosztizálják. De milyen érdekes, kire hivatkozik Jordanes? Priscosra. Priscos, amikor Attila meghal, akkor Egyiptomban van. Egyiptomban a hajósok hozzák a hírt, hogy Hunniában Attila meghalt. Tessék elképzelni, akkor fölül hajóra annak idején 453-ban, amikor kap hajót, be kell lovagolni a tengerpartról Pannóniába, és akkor veszi a híreket. De az írásos dokumentum elveszett, és Jordanes Priscosra hivatkozik. Röviden, ezzel csak azt akartam érzékeltetni, hogy minél távolabb van valami tőlünk a történelemben, annál kevésbé pontosítható. De amiről önök tanultak, mikor volt, várjunk csak, honfoglalás, nem így tanulták? Honfoglalás. A nyelvújítás előtt ez a szó a magyarban nem létezett, hogy honfoglalás. Hont annak kell foglalni, akinek nincs. Aki meg kiszakadt és hazajött, mint Attila is és Árpád is, azt hazatérés, hazajövetelnek hívják. Egészen a kiegyezés utáni időszakig minden történelemkönyv magyarul hazatérésről beszélt. Mert hazatértek. Hányszor? Mióta vagyunk a Kárpát-medencébe? Mikor ünnepeljük az 1000 éves állami a hazatérést? 896-ot mondtak, ugye, hogy Attila akkor jött ide a Kárpát-medencébe. De minden tudós tudja, hogy nem igaz, mert 895-ben jött be Árpád, és miért 896 az ünneplés dátuma? Tudják miért? Hát azért, mert nem készültek el az 1000 éves emlékművek, csak 1896-ra, ezért azt mondták, akkor nem 895-be, hanem 896-ba volt a honfoglalás. Ja, hogy így lehet megváltoztatni a dolgokat. De érdekes, a képes krónikában azt írja a krónikás, hogy Attila és Árpád hazajövetele között 5 generációnyi távolság volt. 5 generáció. Ugye egy generáció váltás, az 20-25 év. És önök mit tanultak? 453, 895, az hány év? Hát majd 400 év, az lehetetlen. De ezt írja a krónika. Ezt írja a képes krónika. És 30 évvel ezelőtt megjelenik egy Heribert Illig nevű német ember, német, 30 történész társával azt mutatja, hogy hogy toldottak be 300 évet a középkorba a történelembe, az európai történelembe. Magyarul, ha kivesszük ezt a 300 évet, akkor már is ott vagyunk a 104-105 évnél. Miért történt ez? Mindig ezt a kérdést kell föltenni, cui prodest, kinek áll érdekében? Hát nyilvánvalóan nem nekünk. Hú, de nehéz, de zavaros ez a kép. Nem akkor volt a honfoglalás. Nem is úgy hívják. Attila nem úgy halt meg. Beszélhetnénk ugye Szent István szeretett fiáról, Imre hercegről, Vatkan öli meg. 6 nap múlva avatták volna királyjá. El tudják képzelni, hogy a király várományos egyedül megy a Vatkanra. Zínyit is a Vatkan ölte meg. Nagyon sok Vatkan érdekes módon öli itt a magyar első embereket.
Széchenyi meg fejbe lőtte magát, ugye? Széchenyi jobbkezes volt. A mordály, amit megtaláltak a combján, az a bal kezébe volt, a térden, a combon nyugodott. Tele volt agyvelővel a szoba, de vér egy csepp se. Minden orvos tudja, és önök is látják a filmekbe, hogy ha fejbe lövi magát valaki, akkor a vér, mert egy hatalmas véredény rendszer van az agy, és fröccsen a vér. Ugye akkor erre nem figyeltek, a szétfröccsent agyvelőből csak az agyvelő darabkákat helyezték el a szobába. Ja, meg ez a mordály akkora ellenütése van, hogy ezek a kis pisztolyok is visszalöknek, és kiesik a kezébe, ha valaki fejbe lövi magát, nem tartja a kezébe. Ez meg ekkora volt. Ha valaki meg akarja ölni magát, akkor mindig a jó kézzel cselekszik, mert nem bízza a rosszra, a balra. Balról, jobbról meg nem tudja, mert nem akkora pisztoly. Széchenyit megölték. Miért kellett meghalnia? Azért, mert ameddig élt, nem lehetett meghamisítani a magyar történelmet és a magyar nyelvet. Önök között nem tudom, hogy van-e orvos, egészségügyi dolgozó. Semmelweis Ignác az orvoslás egyik legnagyobbja. Mit tanítanak önöknek arról, hogy hogy halt meg Semmelweis Ignác? Egy héttel a halála előtt boncolás közben megsértette az ujját, és ő is gyermekágyi lázba halt meg. Nem. Agyonverték. Négyszer exhumálták, mert darabokra törték a csontjait. Miért nem ezt? Miért nem mondják el az igazságot? És akkor most, hogy időt takarítsunk meg, néhány olyan dolgot mondok, ami bizonyító erejű. Mióta vagyunk a Kárpát-medencékbe is? Kárpát-medencé, és kik vagyunk? Minket úgy nyomtak be a besenyők ide a Kárpát-medencébe a Volga mentéről? Álljon meg a menet. Árpád 500 ezer emberrel, 5 millió lábas jószággal, veszteség nélkül jött idebe. Soha a történelemben ilyen rövid idő alatt ilyen nagy nép áttelepítés nem volt. Ha valaki menekül, akkor elhagyja a jószágát. Arról hallottak-e, hogy milyen harcokat vívott Árpád, mikor bejött? Nem. Hát nem kellett harcolni. Hát hazahívták a magyarok. De mióta voltak Kárpát-medencében a magyarok? És mielőtt ebbe belekezdek, tudják, az emberi betegségekben van egy rettenetes betegség, ha valaki megsérül az agya, vagy agyverő, vagy ártyagyulladás kap, elveszti a múltját. Amnéziássá lesz, mindent elfelejt. Nem ismeri meg a feleségét, a gyerekét, a házát, az anyját, az apját. Törlődik az agyából minden. Ha ezt a betegséget nem tudják gyógyítani, ez az ember belehal. Elvesztette a múltját. Mi miért vagyunk magyar nemzet ilyen helyzetbe? Mert megpróbálták a történelmünket a magyar nemzet tudatából kitörölni. Azt mondják, hogy valami gyűtment, keletről jött, bőgatya meg baraszpálinka, ha elvennék, akkor nem lenne. Hogyan? Kik a magyarok? Időrendi sorrendben mondom, az írott történelem az hamisítható. Az orvostudománynak, a néprajznak, a zeneművészetnek a történelme, a nyelv, a népmese, népdal, népzene nem csal. Szeminó és munkatársai, a fiataloknak mondom, 2000 november 12-én egy világra szóló cikket tett közzé. 16 genetikai intézet a világon, ez a Szeminó Amerikában, Los Angelesben dolgozik, és
spanyol, olasz, német, francia, ukrán, román, magyar tudós nincs köztük, egy kérdést tettek föl, genetikai kérdést, hogy az Európában élő népek, nemzetek közül mely nép, nemzet hordozza legmagasabb arányban a 35-40 ezer éves európai ősgént. Ki hallott erről a cikkről? Hála Istennek! Egy évvel ezelőtt talán, mondom a többieknek, rövidre fogom. Kimagaslóan a legmagasabb, 95 az egyik értelmezés szerint, azért, mert a genetikában van egy kis nehézség, nagyon nehéz az archeogenetika, de biztos, hogy 95-80%-ban az itt ülő emberek hordozzák az európai ősgént. Hú, elgondolkodnak, én Schmidt vagyok, az anyám az, ugye máshonnét jött, én meg magyar vagyok. Az ősgén domináns gén, ez az átörökítő fehérje. Ez a sejtjeinek összessége, ha belecseppentek egy csepp kék tintát, milyen lesz a víz? Így kell értelmezni, mert így vizsgálják az európai ősgént. Kik a másodikok? A lengyelek. Bizony a lengyelek. Nem értettük, az egyetlen nép Európában, aki önzetlenül is segített, és ugye lengyel-magyar két jó barát. Kik a harmadikok? A harmadikok a vereckei hágó mentén élő, a nyelvükbe megváltoztak ruténok, szlovákok, románok, magyarok, ukránok, ők a harmadikok. Kik a negyedikek? A horvátok. Tehát ebben az észak-déli vonalban helyezkedik el Európa ősnépessége. Csak mondom, hogy a nyugat-európai népek felében se hordozzák annyit, mint az európai ősként. Nem tudom, hogy van-e székely földről elszármazott székely ember itt a teremben. Nagyon örülök. Azért mondom, mert megnézték ezt a székelységben is, ugyanezt az európai ősgén tartományt, és halál pontosan ugyanannyi. Tehát nincs székely magyar, meg felvidéki magyar, meg délvidéki magyar, meg magyar-magyar. Érdekes, most ebben az évben egy háromnapos előadó körúton voltam, úgyhogy rohantam be Korondra, és ott ezt elmondtam, és Gál Levente, a meghívóm az előadás után olyan, hogy professzor, tudja-e, ugye mikor jött cikk, emlékeznek rá? 2000. november. Hogy 1996-ban én voltam az egyik mintaadó Korondon. Bementem Csíkba, Oaklandon, az előadás után oda jön hozzám Kelemen Levente, tiszteletes, és mondja, hogy tudja-e, professzor úr, hogy én voltam az egyik mintaadó. Tehát két mintaadóval találkoztam két napon belül. A magyar főgenetikus, hogy hívják őt? Zeiser Endre. Nem vádolható meg azzal, hogy ilyen ős magyar. Három cikkében és könyvében erősíti meg ezt a tudományos felfedezést. Ez genetika.